Hát sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornán! Ez az első alkalom, hogy Misi babával és Tizikével bejöttünk így négyesben, és Joe-val, ő vezet, most természetesen én még nem nagyon vezetgetek, szexárdra ügyintézni, vásárolni. Nagyon izgalmas eddig, mert hát végig alusszák a gyerekek körülbelül az egész procedúrát. Úgyhogy képzeljétek el, hogy nagyon nyugalmasan be tudtam menni ide-oda-amoda. Meg is mutogatom majd nektek, hogy mit vettem. Úgyhogy én nagyon örülök, még ki is tudtam egy picit otthon sminkelni. Látom, hogy megint jutott a fogamra. Remélem, hogy ti jól vagytok. Egy nagyon szép verőfényes napunk van. Jól kezdődött ez az új hét. Hát aztán láttam, hogy azért el fog romlani az idő, úgyhogy még ki is használtam, hogy pántos rucit vettem. A gyerekek azok azért jobban fel vannak öltöztetve. Tizike úgy aludt el, hogy kabátban van, de nem baj, mert itt közben megy a szellőztetés. Úgyhogy tartsatok velem, nézzétek meg, hogy miket vettünk. Így most egy kis hóvégi beújítás, meg ami épp elfogyott, drogériába voltam. Meg szerintem még, hogyha a gyerekek engedik, akkor még elmegyünk a Lidlbe is egyet, mert egy pár dolog elfogyott, így élelmiszer ügyben is. Meg a sulira vásároltam meg az Ovira egy pár ruhát skacoknak, tényleg nagyon minimálisat, úgyhogy azt is megmutogatom. Ja, amúgy itt vagyunk most a Tesco-nál. Joe visszaváltja az 50 forintos üvegeket, amiből összegyűlt megint vagy 2-3 ezer forintnyi. Ugye milyen szódát, meg ásványvizet, azokat is szoktunk venni nyilván, de most, hogy megszültem a babát, most nagyon kívánom az ilyen ízes innivalókat, úgyhogy néha szoktam venni egy gyászteát, egy multivitamint, nagyon szeretem a márkának a multivitaminját, szerintem az nagyon finom, úgyhogy hát azért felgyűlik, na. Ja, úgyhogy megmutogatom, hogy merre ettünk, reggeliztünk, és akkor azt, hogy miket vettem, gyertek velem, ez egy ilyen kis laza Misike első kimozdulása vlog lesz. Hova jöttünk, Tirza? Hol vagyunk? Makibe. És mit rendeltél? Csirkefalatkákat? Ó, várod már? Éhes a poci? Na jó van. Ott van a Misi. Hát a Misi, tényleg. Tényleg itt van a Misi. Azta! Micsoda Csicsi Misi. Hú, de jól érzi magát. Jóval természetesen nem hagytuk ki a reggelizős McMuffinokat, illetve egy sajtburgert is toltunk menüben. Amúgy sokan kérdezitek így privátban, de nem nagyon van időm válaszolgatni, hogy milyenek az első napok, az első hét, hogy Tizi féltékenye, vagy sírós-e. Képzeljétek el, hogy egyáltalán nem. Talán kétszer volt olyan, hogy eltörött a mécses, de azért, az is csak azért, mert egy kicsit erélyesebben kellett rászólni, mert például majdnem befejelte a kisbabát, és akkor mondtuk neki egy kicsit erélyesebben, most nem akarom felébreszteni, úgyhogy hallja a nevét, hogy mondtuk neki, hogy ne, ezt nem szabad, és akkor megmutattuk, hogy hogyan lehet odabújni úgy hozzá, hogy ne fájjon a babának. Akkor egy kicsit így elérzékenyült. A második az nem is tudom, hogy mi volt. Nem is tudom. Ja, úgy ugrált az ágyon, hogy majdnem leesett róla, és a mi ágyunk az elég magas, tehát így a standard méret vagy magasságnál még magasabb, mert olyat szerettünk volna, ugye Joe készítette az ágyat, és hát ha onnan leesik egy 2 éves kislány, az nagyon tud fájni, úgyhogy akkor szóltunk rá, hogy ne ugrálj, vagy ugrálj beljebb, mert meg szoktuk neki engedni, hogy ugráljon, és az nem tetszett neki. És akkor elsírta magát, de ezt leszámítva semmi. Tehát, és én úgy gondolom, két dolog miatt nincsen ilyen testvérféltékenység, meg nem is lesz. Meg nálunk annyira nem volt jellemző, jó a fiúknál, de mert akarták, hogy törődjek velük is. De azért nem lesz, mert mindenbe bevonom. Tehát együtt cseréljük a pelust, együtt fürdetünk, együtt kenjük be a tesó popóját, krémmel, tehát mindent együtt csinálunk, és mindenhova együtt megyünk. Soha nincs olyan, hogy ott hagyom egyedül a szobában, mert nem figyelek, mindig magam elé engedem. Tehát ilyen apró dolgokra, ha az ember odafigyel, sokkal egyszerűbb minden. És nagyon-nagyon örülök, amúgy most itt állok a parkolóba, várom Joe-t. Sokkal egyszerűbb így minden, mert nem kell még küzdeni ő vele is, meg ő miatta is, hanem
hanem ő így tud érvényesülni, és ezáltal így megnyugszik a kis lelke. Úgyhogy próbáltok ki, akiknél most jön a baba. Én amúgy jól vagyok, az első két nap nagyon nehéz volt, nem aludt a baba jól, össze kellett szokni, stb. És gyakorlatilag azóta ilyen éjfél körül lerakom, vagy 11-kor, és zsinórba 5 órát alszik, mivel igény szerint van etetve, ezért én nem vagyok az ébresztésnek a híve. Nyilván, hogyha egy fél napot végig aludna, evés nélkül felébreszteném, ne aggódjatok, de ilyen 5-6-7 órákat, hogyha ő úgy akarja azt aludni, akkor nem fogom felébreszteni azért, hogy egyen. Úgyhogy legutoljára is 5,5 órát aludt, utána fölkelt éjjel 3-kor, és gyakorlatilag 3-tól 6-ig megint aludt, mert én fekveltetem. És így én is tudtam még 3 órát aludni. Nem tudom, hogy mikor aludtam utoljára 8 órát, úgyhogy ez nagyon nagy kegyelem, kiváltság. Aztán lehet, hogy lesz ennél majd nehezebb is, nem tudom, de most így jó, így örülök neki, úgyhogy ezért is van szerintem ilyen jó kedvem. Azért napközben elfáradok, de szerintem csak az etetésekben. A kávéval ugye óvatosan kell bánnom, energiaitalt én egyáltalán nem iszom, úgyhogy 2 gyenge kávén élek, van, hogy 3 gyenge kávén, de én csak ilyen teljes kávékat iszom, úgyhogy nem annyira vészes. Úgyhogy igazából ennyi, jó, jól telt az első hét, ez most már a második hét. Úgyhogy nagyon izgalmas. Csak mutatom, hogy a pirosba állok, nyugi. Közben átvettem a volánt, mert Joe-nak volt egy kis elintézni valója. Így alszanak a cucukáim. Sajnos a városban nem tudtam több videót fölvenni, ugyanis Misike közben megébredt, éhes volt, úgyhogy volt elég tennivalóm, de otthon folytatjuk, ígérem. Na, hát kezdjük is a romlandókkal elsősorban. Gyorsan megmutatom nektek, hogy miket vettünk. Csoki, ez nem tudom, hogy került ide, vegy szó. Biztos benn volt a szatyorba, persze, hogy ne olvadjon el. Koviubi 2 csomag, ez a legfinomabb Koviubi, és hogyha szeretnétek egy kicsit megturbozni, hogy még finomabb legyen, akkor szeleteljetek bele fokhagymát, egy 3 gerezdet nyugodtan, vagy csak simán a gerezdeket dobáljátok bele, és egy idő után át fogja venni a finom zamatos ízt. A sárga barackos túrós párna, ez megy a gyerekeknek 10 óraira holnap. Sajtos fogi, mert a lányok nem szeretik a sárga barackos túrós párnát, tudtam már, aztán ki tudja, mindig változtatnak az ízlésükön. Peacock virsli, ez a peacocknak a pure változata, és azt hiszem, hogy aha, csak hús, tehát ez szír húsból van, nézzük is. Aha, 100 g késztermék, 100 g sertés combhús felhasználásából van készült. Ez a legegészségesebb és legfinomabb virsli, az egyik biztos a Lidl-ben, úgyhogy most ezt vettük, mert akciós volt, úgyhogy hát egy jó pár csomag kell nekünk, tudjátok. Aztán az edámi sajt, képzeljétek, ezzel egy kilós darab 2100 forintba került, oda nézzetek. Hú, úgyhogy ilyet is hoztunk, aztán Cézár öntett 2 csomag saláta, most 230 forint volt akcióba. Nagyon kívánom, amióta szültem az ilyen egészséges cuccokat, meg nem is szeretnék hízni, hanem csak fogyni, úgyhogy smoked salmon, füstölt lazac, úgyhogy ilyeneket fogok enni. Nyilván fogok kalóriát is bevinni, ne aggódjatok, nem csak fehérjét, tudom, kell a tejbe, de szeretnék nagyon egészségesen táplálkozni. Finom tofuk, az egyik ilyen toszkán sztájlba, a másik meg füstölt, nagyon szeretem a tofut. Ezt képzeljétek, ajándékba kaptuk, mert sokat vásároltunk a hónapban a Lidl-ben, egy ilyen alaszka pollack filé brokkolival, nagyon várom már, hogy megcsináljuk, ez mirelit, úgyhogy mindjárt el is teszem, 40 deka, aztán az egyik kedvenc vajtartalmú margarinunk, mondjuk így, 80%-os zsírtartalommal rendelkező sózott vaj, ez az én kedvencem. Aztán most képzeljétek a sertéskaraj, valami, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, 300 forint volt, vagy 350, úgyhogy ebből is vett Joe egy jó párat. Szintiszta csirkemell, felvágott, ebből is 3 csomag. Egy jó kis spagettit, vagy húsgombócot fogok paradicsomosat csinálni egyik nap, majd meglátjuk. Ahhoz vettem egy kiló sertésdarált húst. A szendvicsonk, ami 20 dekás, és ez is nagyon finom, ebből jött haza velünk 3 csomag, és akkor menjünk is tovább, nézzük meg, mit vettünk még. Na, hát képzeljétek el, hogy ezt a csokoszelsz is ajándékba tudtuk választani. Voltak ilyen ajándékkuponjaink, volt olyan, ami már lejárt sajnos, de ez még nem. Úgyhogy ezt meg az alaszkai pollock halfilét, ezt ajándékba tudtuk választani. Na.
Képzeljétek el, voltak ilyen buldákok is, úgyhogy vettünk, nekem ez a rózsaszín a kedvencem, nagyon szeretem, de a sajtos is baromi finom, csak nagyon csípős, de a Jóni például nagyon bírja, képzeljétek, meg a Joe is. Hát nekem ennek a csípős szósznak a fele megy csak le maximum, de nem több, mert nagyon-nagyon erős. Aztán vettünk ilyen, hoppá, pökikét, mert a sógorom úgy iszta a kávét, ezt már másodszor mondtam neki, hogy ne Hari, nincs itthon. Úgyhogy vettem ezt a ginger shotot, ezt nagyon szeretem, annyira felfrissít, és amikor picit meg vagyok fázva, iszom belőle kétszer, és utána semmi bajom nincs, olyan magas gyömbértartalommal bír. Próbáljátok ki, ha lebetegednétek, meg hogyha egy kis frissességre vágytok. Aztán mag nélküli fehér szőlő, ebből kettő volt, de már a gyerekek elkezdték az egyiket. Citrom, mert mostanában citromos vízzel indítom a napot. Tortilla akciós, csak mondom, és az XXL-es kiszerelés, érdemes venni. 2 kiló szeletelt kenyér, hát most gondolhatjátok, nem tudok kenyeret csütni, vajon miért. Füstös protni, ez nagyon finom, ami a Lidl-ben van, úgyhogy ebből kettőt vettünk. Aztán Joe vett magának, vagy hát nem magának, hanem az autójának ilyen klímatakarítót, majd ebből lehet, hogy én is kérek. Ez meg ilyen, tudjátok, ilyen erős kézmosó, ilyen fűrészporos, úgyhogy ezek is jó áron voltak. Aztán az innivalók, a siti kólából 3 van, csak az egyiket már behűtöttem. Az tudjátok, ilyen tök jó cukormentás, Joe-nak egy kis Kong energiaital. 2 ilyen multivitamin, mert én nagyon szeretem, és lightos. Barackléből elég sokat vettünk, 4 kicsit, mert itt az, innen az egyik a baracklé. 4 kicsit, és 3 nagyot vett nekem Joe, az utolsó 3-at ő hozta, látjátok, az egyikbe is van horpadva. Aztán 2 nagy almalevet, az 50% gyümölcs tartalommal bír, ezek 12%-osok csak azt hiszem, hogy nem, 100%, bocsánat, ebből is vett 5-öt. Kell a tejemnek, és nagyon is szeretem ilyenkor szülés után, tudom, hogy van bennük cukor, de nekem ez esik jól, amikor a babát táplálom, úgyhogy szépen beosztom, nyilván nem egy nap alatt fog elfogyni, illetve egy zsugor tej, felelős gazdálkodásból származó papír, most látom, azzal van becsomagolva. Itt egy tizi is, de őt már megvettük egyszer. Na jó, nem tudom, vicceltem. Ő érte, megszenvedtem. Úgyhogy ennyi volt a Lidl-ös vásárlás, mindjárt megkérdezem Joe-tól, hogy mennyibe került. Na hát, sziasztok! Ennyit tudtam azon a napon videózni, és akkor most jöjjön egy másik nap, de előtte elmondom, hogy 28 000 forint volt ez a vásárlás. Én szerintem abszolút megérte, tehát én nagyon elégedett vagyok ezzel az összeggel. Joe ügyén szokott bevásárolni, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Valami miatt sokkal olcsóbban, mint én, vagy mint amikor együtt vagyunk. Most is együtt voltunk, de ő vett szinte mindent, mert én a babára figyeltem, úgyhogy tökre elégedett vagyok tényleg. De akkor most jöjjön a következő nap, ez rá pár napra volt, amit most fogok nektek mutatni, egy kis hádahol. Úgyhogy tartsatok velem továbbra is. Na hát itt is van a következő nap, nagyon jól indult a reggelünk. Mutatok nektek egy kis kulisszák mögötti cukiskodást. Itt Tirza az új hintaszékemben, éppen Misi babát hintáztatja. Kis drágáim, itt meg már el is altattam őket egy kis délutáni szunyára. Itt van Misi, itt pedig Tizike. Természetesen Tizi a nagy ágyon, hol máshol is lenne. Ezt a kis pulcsit pedig a Pepco-ba vettem neki, készülünk az őszre, a télre. Ugye Tizi most még egyelőre itthon van velem, ha bár már beszélünk a bölcsiről, hogy vissza szeretne menni vagy nem. Látjátok, ilyen jó kis bélelt pulcsit vettem. 2 volt együtt 2500 forint. Aztán a Kickbass 600 forintra le volt értékelve ez a jó vastag kis kötött csapi. Ez is jött velem haza. Fiúk ruháit most nem mutogatom meg, amit a Pepco-ba vettem, mert az van rajtuk már azóta, úgyhogy kis hádaholt mutatok nektek, jó? Voltam a tegnapi napon a hádában. Egy Minecraftos gatyót kaptam ezt ajándékban, mert van rajta egy pici lyuk. Ezen még gondolkodom, hogy megtartsuk-e, majd meglátjuk. Tizinek vettem ezt a pulcsit, aztán ezt a Vedz aláöltözetet, ezt Ábrisnak. Azért, hogy mindenkinek szinte találtam valami kis apróságot a méretébe. Rózinak egy kis pulcsi, Primarkos, hogyha jól emlékszem, ez is bélelt. Tirzának egy ilyen sínaci, ez jó lesz kint az udvaron neki. Pont az ő mérete, és pont ilyet kerestem. Kis fehér felső, ez nagyon sok dologhoz jó lesz neki. Aztán Kornélnak az Ovira kellett egy pár ilyen ovis ruha,
neki is így beújítottunk, ez Tizinek egy kis bordás felső, ez is az övé, kis kardigán, ugye nagyon szeretjük a szoknyákat, az egyberuhákat, úgyhogy ahhoz is nagyon kiváló lesz, elég jó állapotban van, azt kell, hogy mondjam. Aztán egy igazi gesz felső Ábrisnak, hát nagyon örült neki. Tehát, hogyha veszek a gyerekeknek cuccokat, Ábris első kérdés, hogy én is kaptam. Na, ez a kis kötött pulcsi, ez is Tirzáé, ez a család legifjabb férfi tagjáé, Misikéé, egy picit nagy lesz még neki, úgyhogy szerintem ilyen január-februárban fogja hordani először, de gyönyörű amúgy. Aztán a názás pulcsi megint csak Ábrisé. Nagyon boldog volt, mikor meglátta, ez is Ábrisé, ez mind megy az oviba. Tudjátok, ilyen csereruhának a leeszi. Ez egy sportnaci, ezt szerintem a barátnőm kislányának fogom adni, annyira menő, 122-es, csak nem hagyhattam ott ennyi pénzért. Úgyhogy úgy is találtam a barátnőmnek is egy pár cuccot, ez is megy majd a kislányának. Aztán Kornélnak egy cuki felső, egy cuki nadrág, ez egy H&M-es naci. Aztán szerintem ez Rózinak vagy Ofinak lesz a tesinacia, vagy egy ilyen itthoni edzős, majd meglátjuk. Ezt képzeljétek el, egy eredeti, gyönyörű, szép, Superdry, oda nézzetek, hímezve van. Superdry, pulcsi, made in Japan, minden benne van, ami megmutatja, hogy nem replika. Ez Danikáé lesz. Nagyon örült, mikor meglátta. Ő nagyon szereti a Superdry dolgokat. Jonatánnak egy menő Champion pulcsi. Jó lesz ilyen iskolai napokra, ez szintén Dani PlayStation-ös póló. Aztán egy Under Armour-os pulóver Kornélkának. Fú, nagyon boldog volt, olajzöld igazából. Ezt anyósomnak vettem, egy ilyen otthoni stretch tunika, remélem örülni fog neki. Ez már az enyém, egy rózsaszín hosszú ruci, egy fekete övvel, nem tudom nektek tetszik-e. Jó, most így még nincsen kimosva, meg kivasalva, de szerintem nagyon csinos lesz egy fekete táskával és egy fekete cipővel. Ez egy Primarkos, ilyen filc, erős filc anyag, ha jól gondolom. Egy kis kabát, de nagyon jól áll, ezt magamnak vettem. Aztán egy pár edzős ruha, de szerintem ezt a baloldalit a barátnőmnek adom, mert ez egy M-es méret, ez nekem kicsi lesz, viszont neki nagyon jól állna. Egy pár fitness naci, ezek nagyon jól néznek ki, szép a színük is. Ebbe fogok itthon edzeni, ugyanis elhatároztam magam, hogy elkezdek edzeni. És ezek a nacik pont jók lesznek. Aztán egy ilyen nyitott hátú, most direkt a hátrészét mutatom, egy ilyen oversize stretch rövidújú felső. Ez is tökéletes lesz, nem kell azonnal a legszűkösebb ruhákat fölvenni. És akkor, ami így hát dobott így az áron, az a táska, amiket, táskák, amiket vettem, egy nagyon szép rózsaszín. Én szerintem ezt nem használtam még senki benne, és volt az árcédula is, meg itt is látjátok a használatlanságnak a nyomai fellelhetők, és nincs is összekaristolva, összekarcolva, belül is makulátlanul néz ki. A cipzárt azt úgymond én húztam el először, tudjátok, így perforáció még benne volt. Megnéztem, mielőtt megvettem az alját is, a hátoldalát is, de látjátok, abszolút egy ilyen újnak tűnő táska. Ez pedig szintén vadi új, egy kicsikét szerintem egy régebbi kis tatyi, de annyira megtetszett, tudom, hogy átlátszik, meg nem lehet akármit beletenni, de akár strandtáskának, akár ilyen shoppingolós táskának szerintem nagyon-nagyon megfelelő, és a lányok már azon versengtek, hogy kié legyen, és közöltem velük, hogy ez közös lesz. Látjátok, az eredeti ára 6500 forint volt valamikor, mert szerintem ez egy régi cédula rajta. Aztán jött velem egy ilyen gyönyörű, szép smaragdzöld igazából, most így a videó nem annyira adja vissza, szintén olyan, mintha alig használt vagy új lenne, ilyen kis kör alakú táska, ez inkább ilyen romantikus kiruccanásokra. Egy pénztárca, aminek a belseje tök érdekes ilyen textil anyagból van, van hely az aprónak itt középen, látjátok, ilyen olyan aranyos, ilyen 3D-s, így ilyen kicsit ilyen különálló a külön van varva, ez pedig a papírpénznek, lemértem, kényelmesen elfér benne a papírpénz, úgyhogy ezt én fogom szerintem használni, mert most minden pénztárcámat nekiadtam a lányoknak, közben Tirza beköszön nektek, sziasztok! Aztán egy ilyen nagyon szép, képzeljétek ezt az ismerősünk, aki ott dolgozik a Háda Turiban, ő rakta félre nekem, ilyen rénszarvasos téli tatyó, úgy örülök, hogy számíthatok rá, mindig olyan jókat rak nekem el, ilyen pulcsi anyagból.
hát már ezen is ment a veszekedés, de itt 10 évvel idézőjelben a veszekedés, mondta, hogy ez az ő táskája lesz, mondtam, hogy jó. Közben mutatja, hogy van rajta pompom is. Úgyhogy ezeket vettem a Hádába, látjátok, egy nagy kupac ruha, nagy kupac táska, 15 ezer forint volt összesen. Na, hát remélem tetszett ez a rögtönzött kis vlog. Első kimozdulásunk, egy kis haul. Igazából úgy látom, hogy Misike egy nyugodt és kiegyensúlyozott kisbaba lesz, és már most az gyakorlatilag, de totálisan átveszi a családnak a mentalitását, és még nagyon-nagyon sok nyugis kimozdulásunk lesz, amíg ilyen pici baba addig is. Tervezünk majd egy jó kis kirándulást, de előtte Joe-val egy romantikus pécsi utat, de nem árulok el többet, majd a jövő héten készül egy kis film belőle, hogyha minden jól megy, nyilván Misikével együtt fogunk elmenni, ugyanis a Decathlonban nagyon jó akciók vannak, és egy pár gyerkőc kinőtte a ruháját, cipőjét, habár náluk már így iskola meg óvoda kezdés véget beújítottunk, de Joe-nak is nagy szüksége van egy pár új dologra, meg nekem is, úgyhogy jövő héten, hogyha minden jól megy, akkor egy ilyen pécsi kiruccanásos kis haul videóval készülünk nektek, természetesen, ahogy mondtam, drága Misike társaságában. Tizi nem tudom, hogy jönni fog-e velünk, egy délelőtti nap fogunk lemenni, amíg mindenki dolgozik, idézőjelben, de szerintem lehet, hogy Tizikét rábízzuk addig a nagyira, meglátjuk, hogy ki hogy ér rá, úgyhogy mindenképp tartsatok velem, mert jönnek még izgalmas tartalmak, és még mindig nem raktam ki ezt a romantikus vacsi, vagy hát recept videót, amit ígértem, de amint láthatjátok, nem minden nap nézek ki annyira nagyon fenszín, és nagyon jól, ma nagyon fáradt napom van. Aludt éjszaka a baba, csak nagyon lefáradtam, és nagyon korán volt az ébresztő, úgyhogy most kijöttem egy kicsit ide, a már újdonsült teraszra, amiről majd fog készülni egy kis videó, hogy hogyan épült, szépült. Igazából még nem készültünk el vele, de azt kell, hogy mondjam, hogy a 80%-a már megvan, úgyhogy ezt is majd fel fogjuk avatni. Holnapra elsős időt mond, nagyon szeretnénk grillezni, most a Lidl-be nagy akciók voltak a grill dolgokra is, vagy még mindig vannak. Joe hozott is egy jó párat, remélem, hogy összejön, és akkor lehet, hogy összevágom ezt a kis teraszos videót is, habár nagyon szeretném, hogyha teljes valójában látnátok, de már annyian kértétek, hogy mutassam meg, hogy lehet, hogy így 80%-os készültségben megmutatom nektek. Na, nehéz tőletek elbúcsúzni, az az igazság, írjátok meg, hogy melyik rész volt a kedvencetek a videóból, legyetek egészségesek, szeressétek egymást, és találkozunk a legújabb tartalomnál majd. Sok puszi nektek, sziasztok!